A vármegye szinte valamennyi térségében szervezett már gazdafórumot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magosz vármegyei szervezete. Ezúttal a vármegye székhelyhez közeli Mandabokorban hívták össze a közelben tevékenykedő gazdálkodókat. A tanácskozásra ezúttal is nagy igény mutatkozott, már csak azért is, mert az érintettek továbbra is reményvesztettek azt illetően, mikor javulnak piaci lehetőségeik. Rácz Imre, a Kamara vármegyei elnöke arról beszélt, sok olyan gazdával beszélt az elmúlt hetekben, akik bizonytalanok azt illetően, megéri-e folytatni a munkát az agráriumban. Elég sok nagy időt fordítunk most arra, hogy ugye a piaci lehetőségek itt az értékesítésnél eléggé beszükültek, és nem nagyon látszik megoldásuk. Azt gondoltuk, hogy azért ilyen március-április környékén majd a betárolt terményeknek a forgalmazása beindul a kereskedelem, de nincs piac, és egy kicsit olyan kedvetlen hangulat uralkodik itt a gazdák körébe, hogy akkor vessünk-e, minek vessünk, mennyit költsünk rá, milyen költségekkel próbáljuk meg ezt az évet átvészelni. A 2022-es év tragikus szárassága során csúcsosodott ki, mennyire nagy szükség van a nyírség vízpótló beruházására. A tervezés már javában zajlik, a több évig tartó kivitelezés is hamarosan elkezdődhet. Addig azonban a vízügyi ágazatnak és a gazdáknak is meg kell állapodniuk, számos beruházás ugyanis termőföldet érint. Ez egy hatalmas volumen maga ez a műszaki tartalom, ez több mint 400 milliárdos nagyságrend, tehát ezt most kis lépésekben tudjuk megindítani. Jó esély mutatkozik arra, hogy a mostani KEHO Plus programozási időszakban egy 20 milliárdos kivitelezési feladat ebből meg tud valósulni. Értelemszerűen ez még a vízpótlási részt nem tudja magába foglalni, de a területi vízvisszatartásban hatalmasat tudunk előrelépni. Ami ennek a különlegességét adja, hogy azt látjuk, hogy az ágazat saját területén, most a vízügyi ágazatról beszélek, már a vízpótlás, vízgazdálkodás nem tudja megoldani, tehát mindenképpen meg kell szólítani a gazdálkodókat, hogy minél nagyobb területet tudjuk találni a víznek, ami egyben mondjuk egy tájhasználatváltás is jelent. A tanácskozáson elhangzott, a gazdálkodók új feltételrendszer szerint pályázhatnak a közös agrárpolitika beruházási, gazdaság és vidékfejlesztési támogatásaira. Erről a megváltozott rendszerről és az ütemezetten megjelenő pályázati lehetőségekről folyamatosan tájékoztatni kell az érintetteket. Tavalyi év végén már kitettünk egy pályázati menetrendet, hogy legyen idő felkészülni, megismerni az agrárkormányzatnak azt a tervét, hogy milyen pályázatok mikor fognak tudni megjelenni. Ma pedig elérkeztünk annak a stádiumába, a szakaszába, hogy havonta megjelennek, sőt hetente megjelennek ezek a pályázati felhívások. A mai napon került ki a kertészetet érintő üveghűtőház, fóliaborítású növényházaknak a pályázati felhívása, illetve az élelmiszeripar esetében két pályázati felhívás társadalmasításra, ahol várjuk a gazdálkodók észrevételeit, kritikáit, javító szándékú hozzászólásait. Majd ezt követően fog elindulni majd a pályázati felhívás megjelenése, ahol már a valódi felkészülés jegyében a beadáshoz tudunk hozzájárulni. Nehéz évek ezek az agrárium számára, mondta el az eseményen Vinnai Győző országgyűlési képviselő, kiemelve, hogy a kormány éppen ezért szélesítette az igénybe vehető kedvezmények körét. A magyar agrárium nagyon fontos szerepet tölt be a magyar gazdaságba, és nehéz évek vannak mögötte, ugye világjárvány, háború, infláció, energiárobbanás, a piacok nehézségei, és szerintem nehéz évek vannak előttünk, és ezért nekünk, közéleti embereknek a magyar gazdatársadalmat segíteni kell. Ilyen fórumokkal is segíteni kell, hiszen itt Mandabokorban, a Bokortanyák fővárosában, hiszen itt van a terület önkormányzati képviselője is, aki gyakorlatilag négy nagyobb bokortanyát képvisel, el kell mondani az embereknek, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen uniós támogatások vannak, milyen vidékfejlesztési pályázatok vannak, milyen hitel lehetőségek vannak, hiszen a kormány kamatstoppot vezetett be az agrárhitelekre is. A fórumon szó volt a jelenlegi időjárásról is. Elhangzott, egészen a tél közepéig megfelelő mennyiségű csapadék hullott, ami kedvezett az ősszel vetett növényeknek. Azóta azonban nagy a szárasság. Mivel pedig a természet nagyjából egy hónappal megelőzte önmagát, már itt lenne az ideje a tavaszi vetéseknek. A jelenlegi száraz talaj azonban ezt még nem teszi lehetővé.